Jó estét kívánunk! Szombat este 7 óra van, most érkeztünk meg, és egy életveszélyes küldetésben voltunk. Vásárolni. Most már ez is életveszélyes, úgy látszik. Sziasztok, én is itt vagyok. Ó, még csak most érek észhez. Ja. Elmentünk vásárolni, voltunk a két boltba. Voltunk a Detweilerbe, vettünk egy csomó zöldséget, meg minden. Majd mutatjuk. Minden. És utána úgy volt, hogy jöjjünk haza, mert vettünk húst is, meg minden, nehogy megromoljon. De hát el kellett menni még a Walmartba is. Igen. És sétálunk szépen. Sétálunk be a Walmartba. Fele úton vagyunk a parkolóban. Fele úton vagyunk a kocsitól. Ja. Én mindjárt szereztem egy járókát. Ja. Vagyis hát bevásárló kocsit. Kocsitól, Jani, én meg mentem mögöttünk. És fele úton vagyunk. Ja. És erre mindenki rohan kifele. De azt menjen? Azt mondja, hogy te valami van, valami történt. Mindenki rohant mögénk. És hallottam 3 lövést. Ja. Én nem hallottam semmi, nem tudtam, hogy mi van. Aztán valakik ott elkezdtek dumálni, de ott egy nagyon, nagyon be voltak szarva. És nem tudtuk, hogy... Be volt a nő pánikolva. Nem tudtuk. Remegett, mint a kocsonya. Mindenki rohant ki. És... Na, mit akarok? Én meg mentem hátra a kocsihoz, mondom Janinak, gyere, azt mondja, hogy ő meg... Várjál, mert a kutya akar valami. Meg ki akar menni, mert most tettek. Ja. Mondom, na, menjünk ki, azt ki ne mondod. Mondom Janinak, gyere. Jó, most állj meg. Na, Koko elviharzott valahova. Ki kellett velük jönni, mert nagyon sokáig el voltunk. Aztán kellett... Nem el kellett végezni a dolgát. Macska az most figyelőállásban van, járőrszolgálat. 7 óra van. Igen. És 5-kor szoktak enni, és most jöttünk meg. Nézd oda, mit csinál? Figyeld. Nézd oda, milyen okos. Nagyon okos. Oda good néz. Good job. Jó van. Good boy. Pisát? Ja. De még fog. Fog? Gondolod? Ja. Csinál lukat a homokba. Koko, gyere el onnan. Koko. Gyere. Nem tudom, kinek volt olyan kutyája, képzeljétek el, hogy a macska csinált nekünk, a Missy. És szart a macska így, betemette, a Missy meg oda ment, azt kiszedte. Megette. Oh. Emlékszel rá? Egyszer láttam. Remélem, a Koko nem hagyjad az. Ő rendes. Szépen pisil. Koko az nem csinál ilyet, igaz? Yeah. Megígéred, Koko, nem fogod megenni a macska szart? Mert 7 óra van, és 5-kor szoktak enni. Hát 5-re haza is értünk volna, az az igazság. Még úgy is, hogy elmentünk volna a Walmartba, mondom, ott tartottunk, hogy mentünk befele, és az emberek meg mind a két ajtón rohantak kifele, és senki nem tudta, hogy mi van hirtelen. De tömeg! De az egész tömeg, úgy, ahogy mikor pánik van, tudod. Az is volt. És én meg mentem vissza gyorsan a kocsihoz, mondom Janinak, gyere. Ő meg int nekem, hogy gyere vissza oda, mert hogy mi van. Na, mert miért? Mert te elrohantál velük együtt. Persze, hát... Azt sem tudtad, hogy mi van? Hát jó, hát... Az visszarohantál. Figyelj, nekem az a fontos, hogy én biztonságban legyek. Én meg kíváncsi voltam, hogy mi van ott. Te meg mentél volna be. Akartam oda menni. Megnézem, hogy mit lőttek. Na mindegy, a lényeg az, hogy egy olyan 5 perc múlva kijöttek a rendőrök. Volt az 10 perc is. 10? Mindegy. Volt az. Mindegy, én visszamentem a kocsihoz, és beálltam mögé, és addigra már Jani is jött, mert látta, hogy a rendőrök ott keringenek. Mondom, mi a francia keringenek a rendőrök a parkolóba, mikor igen. Be kéne, hogy menjenek. De mind a hétszentség. Erre nem hiszitek el, 10 méterre tőlünk ott volt az az autó, és mellette... És az Évi felé rohant az űrge. Nem rohant az felém, a mellette 10 hát, méterre abba az irányba. Az autója, ahol be akart biztos, ülni. Ahol elfogták, igen. És letepertük. Majdnem 10 méterre tőlem, tudom. Koko, gyere el onnan. Nagyon érdekel. Koko szaglásza azt a helyet, mert érdekli. Koko. Kukci. Gyere el onnan. Hagyd a francba. Oda szart. Na, mert érzi a szagát. Mindegy, csak az... Na, még folytasd tovább. Szóval ott álltunk, az a lényeg. Ott álltunk.
Vettük egy kicsit, egy olyan tőlük 10 méter, mert látjátok ja, a kamerát. Egy jó fél órát ott elnézelődtünk, de aztán szépen ürült ki a parkinglat, mindenki ment el. Igen. Na de aztán az a helyzet, hogy arra szolgattunk, körülbelül majdnem megint egy fél órába telt, amíg kiértünk a parkolóból összesen az útra. Összesen egy órába telt, még eljutottunk az Aldi. Az Aldi az meg körülbelül 3 perc vezetés, hogyha mondjuk egy beülsz órába a kocsiba. Telt, ja. Bumper to bumper. Ja. Lökhárítótól lökhárító. Az a helyzet, hogy az a lámpa is, ami kifelé vezetett, az is rosszul lehetett beállítva, mert nem volt hosszú lámpa, úgyhogy mindig föltorlódtak a kocsik. Utána szóval két rendőrkocsi elviharzott. Utána beszaladtunk még a Aldiba, azt most értünk haza. Ja. Még jó, hogy vettünk kávét, mert a csarnokban ettünk finom fagylaltot. Ja, olyan finom volt. Ja. De ugye milyen finom fagyi volt, meg a kávé is. Ja. Van külön nekik egy brandjük. És képzeljétek el, mert ott a Walmartba, vagy a Detweilerbe. A csarnok. Jani. Én úgy hívom, hogy csarnok. Jani ezért azt mondja, ő neki már nincs kedve elmenni. Mondom, figyelj, akkor hazamegyünk, mert úgyis ott a hús a eszébe. Hazamegyünk, mondom, nehogy megromoljon a meleg. Semmi baj nem volt szerencsére. És mondom, beülök a kocsiba is, elmegyek én fél óra alatt megjárom. Most képzeljétek el, ha most ez így csináltuk volna, mert a Detweiler innen tőlünk 5 perc vezetés. Meg káromkodtam, hogy nincs ott a kamera. Hazajöttem volna, és elmentem volna, pont én is besétáltam volna a részébe. Ja. Én valószínűleg bent lettem volna. Na itt. Most állítólag én ott kérdezgettem embereket, hogy mi történt. Most is kicsit föl vagyok tőle. Hát fő, hát. Kérdezgettem embereket, és akkor ott mondta, hogy a pénztárnál volt a ürge, és előkapott egy fegyvert, és belelőtt a plafonba 3-szor. Én de azt hallottam. Mi? De miért lőtt bele? Majd megtudjuk a hírekből, ha igaz. Hogy mi a zapja, fasz a baja volt. Meg kell... A fasz film ezek már egy. Már 60 ezerszer láttátok a utat, meg minden. Koko, hagyd békén. Máshol nem igen megyünk. Ritkán. De most megfogadtam, hogy ezentúl mindig velem lesz. Na, még egy kis bunyót mutatok, aztán megyünk, mutatjuk, hogy mit vettünk, és hogy mennyiért. Fegyelmezd meg a macskát. Bolházd meg! Az. Nagyon vadulnak. Macska, te nehogy magad. Úgy rohannak bent a lakásba is, hogy... Tökei rendben vannak macskának. Olyan. Meggyógyult, semmi baja. Nem is volt semmi egyáltalán. Azóta jobban alszik. És többet. Napközben. És szelíd, marha szelíd macska. Kurva macska, nézd meg, hogy várja, hogy... Koko, adj neki. De még meg is morog is hozzá. Most képzeljétek el, hogy ez történik. Okay, amikor ez történik, éjjel 3 órakor az ágyon a rajtunk. Az a legjobb. Mindjárt van ébresztő. Szóval akkor a macska megy a picsába izébe, megy ide a szerszámosba. Hagyd békén. Megtámadja a kutyát. Még engem is megharap, nézd meg. Az anyád isteni. Hey! Gyere közelebből. Te? Gyere a pofáját. Meg majd neki a poron, tisza szar lett. Hozd ide. Már van ám súlya. A fekete párducot. Zorro. Zorro! Szűz bárját. Marra szép vagy. Annyira szelíd, gyerekek. Lefekszek rágyba, hanyatt. Oda jön, felugrik. És ráfekszik a mellkasomra. De úgy, hogy az orra egy centire van az én orromtól. Nézzek, milyen orra van. Gyönyörű pofája. Szép macska lett belőle. Jó, nincs velük semmi baj. Dehogy nincs, már két vázámat eltört. És aztán úgy megszokták egymást, hogy a Koko kirohan, macska nem jött, akkor nézi, hogy várja, hogy jöjjön ő, az is. Na jó, a gyerekek, meg volt a tudósítás. Okay. Mutatjuk, hogy mit vettünk. Jaj. Mikor a macskának már elege van, akkor valahova így felugrik. Aztán megvárja, hogy a Koko lecsendesedjen. A kaja megvolt. A gyerekek, nézzük, miből élünk.
Igaz? Oda néz. Két helyen voltunk vásárolni. Aztán. Hát innentől vásárlási ár és áru cikk bemutató, olyan szemüveget felveszem. Kezdjük. Tehát rántott gomba lesz, vagy töltött és rántott gomba. Erre vettünk 5 darabot, darabra vettük. Nagyon szép gomba, és még friss is. Be lesz panírozva, mutatom. Aztán vagy sajttal, vagy valamivel majd megtöltjük. Sharp cheddar, sajtok, rengeteg sajtot fogyasztunk. Colby Jack, ez a Monterey Jack, finest shredded cheese. Nagyon jó. Mozzartella. Ezek mennyi darabja vajon? Micsoda? Ezeknek a nagyobbaknak. 3 valamennyi. A gomba, emlékszel árára? A gomba az 3,99 volt pandja, de nem tudom ez mennyi. Ez kb. 6-7 dollár lehetett. Igen. Egy pár macska kaja, kutya kaja. Ezek a 80 centek. Ja. Ez meg 60, ugye? Ja, hoztam volna a másikat, de nem volt. Oké. Okay. Ez van. Van egy mascarponénk. Hát ez nem volt túl olcsó, ez majd a egyik töltelék, bemegy majd bele. A italian olasz harcszalámi, ez volt 8 dollár, vagy mi? Ja, most már 7 valamennyi, 7-7. Akkor itt van két ilyen, ilyen lekvár. Cottage cheese-re rakják, túróval javasolják, ezt pedig mivel? Ezt is, ez eter. Ilyen finomság. Ez rántva lesz, együtt lesz a, tehát úgy lesz, hogy lesz rántott gomba és rántott sajt, uh-huh. Szendvics sajtok. Na most ez egy ilyen, ez 2 valamennyi? Igen. Ugye? Uh-huh. 2,50? Ja, 2,69. És akkor? Ez meg 1,60. Ez itt hány deka? Hol van a súly? Van alul. 2,26. 2,26 gramm. Ja. 6 gramm. 10, de 20 22 deka. 20, ja, 20-22 deka. Igen. Ez a Sophie féle szakasz, egy ilyen bundás. Hát, mint a BLC roló, nagyon ilyen puha belül. Chicken breast. És ki van panírozva. 4 darab barack Évinek. Hoztam, gyerekek, nem is tudom, hogy mondjam-e. 90 cent. Még ez dollár, 1 dollár alatt van. 6 darab, 2, nem, 8 virsli. Olcsó virsli, és jobb íze van, mint sok az a drágább virsliknek. Csak ebből lesz kis hordog. Néha-néha egy ilyen pótvacsoraként. Évinek a banányai. Ez mennyi ez? 2,60 ez. A rollok. 2,60. Paradicsom a csarnokból. Nagyon szép. Nem tudom, mennyi volt. És akkor fogunk készíteni valószínűleg holnap egy maraús levest, és lesz hozzá kenyérgombóc Vadas Mártással, és főtruks. Ez 15 dollár volt. Ez 1 kiló, 15 dollár, 6-9-7 dollár pontja. Tehát 45 deka, 7 dollár. Nem a legolcsóbb, viszont nagyon jó leves lesz. Már égettünk maraús levest, plusz még a, ugye hozzá a földhússal. Majd mutatom, hogy hogyan csinálok én vadast, jó? Mert nem csak főzve lesz, hanem előtte meg van pirítva, és úgy van kifőzve. Ez rendkívül olcsónak számít, 2, 4, 6 darab csirkecomb, 3 dollárért. Nagyon olcsó és nagyon megéri. Ezek dollár alatt vannak, ugye? Uh-huh. Vagy 1,20 volt? Ezek jobbak, mint egy másik, mondom, boltot nem mondjuk, illetve mindegy, mit mondok. Tehát nagyon jó, ez a bolti brand. Ez Aldi. Aldi brand. Ja. Azt mondom, Aldi brand. Pizzatészta. Ja. Amiből lángos lesz, valószínűleg hónap reggel. Vagy pedig lesz biszkit, majd még eldöntjük. Na most ez a
ez a mascarpone, ez, hogyha csinálsz ilyet, vagy akkor, vagy az croissantot, ja, akkor ezzel megkened. Uh-huh. Tökéletes. Meg ezzel a croissantnal azt is meg lehet csinálni, hogy mondjuk nem ezzel, hanem a vékonyabbal, de ezzel is. Ja, hogy betekered. Hogy betekered, és a virslit betekered. És úgy sütöd meg, ja, a sütőbe. Na, itt a tojás lemaradt, ugye az Aldiból van, meg egy tej. Ja. Tej mennyi az Aldiba? 2,80. 4,5 liter tej, 2,80. Durván tojás. Az is 2 valamennyi, elég fönn van most az ára. Oké, megyünk tovább. Fehérre elfogták valamire. Aztán egy fehér répát hoztunk, nem tudtam, nem voltam be biztos, mert többi zöldség van itthon. Ja. Hogy ehhez a leveshez. Még láttam a répát, azért hoztunk csak ennyi. Ja. Egyet hoztunk hozzája. Aztán hoztunk egy csomó hagymát. 2 valamennyi volt, olcsó. Ja. 2 nagy jumbo. Majd ezt fogok mutatni. Valószínűleg ebből csinálok megint olyan Blumen ezért azokat kezdheted el berakni a hűtőbe, mert... Kintibe rakom, jó? Ja, kintibe? Uh-huh. Oké. Okay. De majd azért árak, kéne mondjad is. Hát ezzel mondtad az árakat. Ja. Vettünk 2 piros paprika, van itthon egyébként 3 darab. Gyerekek, mi így veszünk darabra, egy hétre bevásárolunk. 2 zöldet, ez a húslevesbe megy, ez nagyon olcsó. Ez legalább 3-szor annyiba kerül. Ez egyébként egy és ugyanaz a paprika, csak annyi a különbség, hogy ez már be van érve, ez meg még zöld. De hogyha hagyták volna rajta a tövön, akkor bepiros. Először sárga lesz, aztán narancssárga és piros. Ja. Jégsaláta, nekem a zöld teja, azt én iszom. Petrezselyem zöldje. Évinek a... 2 mangó. Ez 1 dollár volt a 2. És nagyon olcsó volt. Általában majdnem 2 dollár fölött szokott lenni 1 darab. Évi, ő a gyümölcs felelős. Az eper. Meg a Szofi. Ott van az a nagyon finom paradicsom, még van némi paradicsom illata is. Uh-huh. Vettem 3 kizzacsek halapinyót, aminek 45 cent volt darabja. Ja. Gyerekek, kicsit javultak az árak, úgy értem, hogy javultak, hogy mentek lejjebb, mert ezek egy valamennyi voltak. Valamelyik lent van, fő nem igen mentek az árak. Elég sok mindennek most. Most már egy kicsit lecsillapodott ez a váltságállapot, vagy nem is tudom, minek hívni. Citrus, ilyen. Szóda. Szódák, mi úgy hívjuk, dobozos. Én ezt hiszem újabban. Gatorade. Zero, ebben nincs semmi. Talán citrompótlóha van benne. Se cukor, semmi. Ez a Gatorade egyébként. Akkor Évi kapott egy ilyen locsolót. Locsolót, állíthatós. Ja. Ez volt 8 dollár, ugye? És akkor egy ilyen elosztót, ezt ki kell cseréljük. A másik már valami ereszt. Hoztunk 1 darab dinnyét 5 dollárért. Kíváncsi vagyok, és egy csomó ivóvizet. Ja. És mi van még? Mi van még? Semmi más. Semmi ennyi más? Ennyi. Ja, meg egy nagy üveg. Diet Coke. Ennyi. A két helyen együtt 200 dollár elment. Megint. Igen. Én nem tudom, én nem figyeltem. 200 dollár elment a két helyen. Úgyhogy ennyi. Köszönjük a figyelmet. Jó egészséget! És azt mondja, mondanom se kell, a Walmartból nem lett semmi, mert nem mehettünk be. Nem vettük be. Nem mehettünk. Meg nem is lehetett a végén. Nem engedtek vissza senkit. Na, hát így jártunk. Na. Sziasztok! Majd ha sikerül, felrakom, amit a Évi felvett a telefonjával. Remélem sikerült. Valahogy csak át tudjuk venni. Ha igen, akkor majd most látjátok. Szépek vagytok. Busted. Szépek vagytok, nagyon. Jó reggelt, sziasztok. A gyerekek a felvételből, amit Évi készített, semmi nem lett.
egy fényképet tudtam csak berakni, úgyhogy ennyi az egész az eseményekről. Lehet, hogy igaz se volt, mert sehol nem mondták ja. be. Na, viszont nagy munkába vágtunk bele, Évi berágott, és kivágta a fát majdnem az egészet. El volt rohadva. Jövök ide. Tényleg el volt korhadva, és nézd meg itt mekkora rés van. Ja, meg itt tavaly is. Ez tavaly kezdődött el, ez meg már azóta folytatódott. És ez volt a probléma, hogy ugye itt terepeszt, és belül el van rohadva, és ez nagy súly volt, ja. ez az ág. Meg még ezt is le fogjuk majd vágni, de nem most. Képzeld el, jön a hurikán, és a nyáron, és akkor... De milyen durrant, ahogy levágtam? Ja. Nehéz ám. Darabolom ezt, hát ez tele van rovarokkal. Aztán itt úgy viszik csak el, hogy akkor a darabokra össze kell vágni, összekötni. Azt még elvágom egyszer a géppel. Ezt még sajnos be kell zsákoljuk. Azért vágom ilyen apróra. És hát ezt meg majd úgy egyenként becsempészik. Na. Te. Ott van egy csomó kacsa. Hol? Ott. Azok kacsák. Na jó. Honnan a picsából jönnek ide? Ide ne jöjjön, egy ide ne jöjjön, mert szétfogom a varagukat. Ott van három darab. De ezek a színesek. Na beszarol. Lehet, ott valaki él. Na mindegy, hát szóval ez van. Szép aprózsonként csináljuk. Na most a múltkor, amit mutattam, fűrészgépet, a baterisat, a akkumulátorosat, az vissza kellett vinni. Nem bírta. És vettünk egy elektromosat. Nagyon jó. Kicsi gép. De gyerekek, ügyes. Elég nagy a fordulata, és szépen idáig panaszmentesen működött. Nagyon pihenni. Ja. Hoztam ki innivalót, vizet. Nem soká végzünk. A vágást nem mutattam, ahogy vágjam. Fejkamerát nem használom, mert izzadok. Hát így körülbelül képbe vagytok ti is. Nagyjából, hogy mi az, amit csinálunk most. A gyerekek, ledaraboltunk. Hát, nem úgy őszintén, Évivel itt beszélgettünk közben, hogy fáj a szívünk, mert emlékeztek rám, múltkor is meséltem, hogy Ácson, hogy vettük a fát, ilyen fákat, és hát tűzre, ugye a sparhegyben, minden, az ilyet el lehetett égetni a kertbe, itt nem égetett semmit el. Nem tudok vele mit kezdeni. Szemét kategória. Tűzifaként a kutyának se kell. Na, ezt a landscape kampanik, azok ledarálják. Belőle malcsot. Na most azok azt csinálják, hogy kijönnek, kivágják, és mindjárt itt van egy ilyen hatalmas nagy gép, oda bedobálják, és malcsot csinálnak belőle. Tehát ilyet, mint azok. Úgy viszem ide a gyufaszálat. És hát rövid időn belül ezt a fát kivágatjuk. Továbbiakban én már nem vállalom, mert egyrészt engedékehoz, a másrészt veszélyes. Főleg ez az ág itt, ez a törzs, ezt ha nézed, ezek a dőrése, ez pont rámegy a házra. A tavalyi vagy, ha nem mit csináljuk, várják, hogy mondjam el, és utána mondjam. Ha nem mit csináljuk, majd megcsinálja a hurikán helyettünk. Ja. És még a hurikán szezon előtt ezt ki kell vágjuk. Meghalt a fa. Na mondjad most. Na, csak azt mondom, hogy a tavalyi hurikánokat, meg a viharokat még kibírta, de már idén már nem merjük bevállalni, mert már a tavalyhoz képest túl sokat repett egyrészt. Másrészt meg azzal ijesztgetnek, hogy
megváltozott megint a áramlat, a El Niño, meg a El Niña, meg a francia. Teljesen el. Mondjad közben. Nagyon aktív hurikán szezonra jósolnak. Nézd oda, egész lemegy a repedés, lemegy a törzs. Na most ez megbarul. Azért ezt az ágat, ezt mindenképpen le akartuk vágni, mert ez húzta le, ez. Az is húzza. Nem tudom, hogy jövő héten ezt leveszik. Ez nem kell engedni, ez csonkolásnak számít. Csonkolni lehet, engedély nélkül. De hát szerintem ehhez, hát majd ők kijönnek, aztán kapunk árajánlatot, kihívjuk egy másikat is, és amelyik olcsóbban csinálja meg, azok fogják megcsinálni. Csak akkor van egy ilyen, hogy gyökérirtás, mikor itt teljesen le van vágva, van egy ilyen marha nagy ilyen kerekük, és így harapja, így megy előre, és egész majdnem fél méter mélyen kimarja a gyökerit, a szívét. Kiszedi, és akkor utána kész, nincs tovább fa. A gyerekek ennyi a favágásról, hát majd szép lassan elhordják. Elhordják, ezt bedobozol, behelyébi, bebasszol, de ugye, csak így viszi el. Próbáltuk ugye összekötözni, na, ott hagyja. És nem lehet több három fitnél ezek se. Ezeket meg majd egyenként elviszik. Egyet-egyet. Hát köszönöm, hogy megnéztétek ezt a részt. Aztán majd valami kis főzés már ráteszünk, mert ugye nem csak dolgozni kell, hanem enni is. Na, bye-bye! Ja, és még egy, meg van dicsérve a gép. Krassz van, nagyon ügyes. Szerencsénk van. És képzeljétek el, hogy az a más, mennyibe került a másik gép? Kettő? Kettő valamennyi. 270. Ez pedig csak 130. Úgyhogy visszavittünk, rárakták a kártyára, és elhoztuk ezt. Ez bírja. Villannyal megy. Nem zajos. Környezetbarát, stb. És nagyon megdicsérem, mert nagyon jó bent.